én sokoldalú háztartási robot hétem. Akkor is működni fog, hogyha a Paks nem működik, és nem lesz robotgép. Mert én kenyérgőz meghajtással, bioenergiával meg tudom csinálni. Betegség és halálozási statisztikák Magyarországon a legrosszabbak egész Európához viszonyítva, és azért nem lehet mindent a stresszre kenni. Tehát a magyar ember nagyon helytelenül táplálkozik. A konyha nagyon fontos hely, de nem azért, hogy főzzünk, hanem az szinte az életműhelye. Az az életműhelye, és az életműnek a helye is kellene, hogy legyen. Együtt kellene dolgozni. Tehát tulajdonképpen az volna az igazi, hogyha nem főznénk, hanem ételt készítenénk. Nagyon feldolgozott, nagyon manipulált élelmiszereket fogyasztunk. Megpróbáljuk, hogy mit lehet csinálni nyáron zöldből. Összetúrmixoljuk a zöld leveleket bármilyen édes gyümölcsel, és vizet teszünk hozzá, akkor kapunk egy tömény, sűrű folyadékot. Ez egy nagyon finom, lugosító, energiaadó ital. Parton patikanyő, salátától kezdve karanábé levele, gyenge céklalevél, minden, ami zöld, gyermekláncfű, cickafark, csalán is lehet benne, tyúkhúr, beletehetitek. A nyári időszakban a banán helyett körtét, őszi barackot, sárga barackot, vagy a ringló, hozzá kell víz, gyümölcsel a levelek, azok egy sűrű energiaital. Ez a Red Bull. Vannak elvetemültek, akik datóját, meg hüvét is, meg mindenféle édes gyümölcsöket is tesznek a levelekhez, a zöld levelekhez. A magyar ember mennyiségileg ugyan nem éhezik, sőt, kalóriából biztos, hogy túlfogyaszt, de minőségileg éhezteti a szervezetét. Ez alapvetően annak köszönhető, hogy nagyon feldolgozott, nagyon manipulált élelmiszereket fogyasztunk. Megmaradt a családnak a törmeléke. Ki nem dobjuk el, nem hajítunk, soha semmit, hanem ebből lehet túróval, tejföllel, fokhagymával, majd lesz helyetek a villamoson, hogyha úgy mentek haza. Egy pici sót tettünk hozzá, meg fogjátok látni, hogy nagyon hasonlít a sperótra. Popeye, megdicsérne engem? Mert ugye most kiderült, hogy a sperót tényleg növeli az izomzatot. Ezt, édeseim, lehet kenyérre kenni. Ha tudom, a tejfölbe tesszük, akkor sűrűbb lesz, akkor egy zöld krémet kaptunk. Sokoldalú robotgépnek a legkisebb oldalán leleszeljük a céklát. Azért kell kicsire, mert a céklának földíze van. Jön hozzá majd egy kis torma, kicsit meghámozzuk, szép ügyesen. Az első új percben van felhajta. Egy akkora darab a fejadagunk, tehát kisre reszelve ennyi kis tornát tulajdonképpen minden nap megkéne el. Nem egyenesen kell fogni, hanem úgy kell reszelni, mint a szemüzáthal hegyezzük, hogy a rostokra fél oldalt menjen. És akkor most jön hozzá egy kicsike alma. Két formájában, nagyon aprón, ami levet ad, és darabosan, ami elveszi a cékla földízét, és adja azt a salátának a jó ízét az alma. Akkor már nem kell se cukor, se ecet, semmi se bele. Lehet egy csöpp olajat, és lehet egy kicsi só. A torma ugye öli a baktériumokat, a cékla adja a vasat, és szintén a vérképzéshez nagyon jó az antocián tartalma miatt. Ez azért jó, mert a szervezet, hogyha főtételt kap, akkor megijed. Úgy hívják ezt, hogy étkezési leukocitózis. Belemegy a savanyúkáposztába, lehet hagyni. Megy bele a cékla. Ja, olíva is. Egy kis olíva. Nagyon jó.
is jön a joghurt, a tormára jön a joghurt. Mindig kell egy kis nyers, mert amikor nyerset kap a szervezet, és kapja az enzimeket, akkor jobban tud emészteni.